Ilyen és ehhez hasonló jeleneteket láthatnak majd az érdeklődők péntek délután a Szabadművelődés háza melletti Vidám parki tópartján. Férvárra érkezik ugyanis az Utca Színházi Alkotóközösség. 4 éve alakult a csapat azzal a céllal, hogy eljutassák a színházat olyan emberekhez, akiknek egyébként nem jut belőle. Mindezt különleges formába csomagolva. Ebben a társulatban táncosok, akrobaták és színészek együtt alakítanak ki egy új minőséget, egy mozgás minőséget, ami az utcán elengedhetetlen, és hát a maszkok, ami ezt az egész dolgot összefogja, és ez a nyelvezet, amit a Commedia dell'arte ad, ez egyértelműen egy olyan szín, amit a magyarországi utcaszínházi palettán nem talál meg. Előadásaik többsége improvizatív jellegű és interaktív. Sokszor csak a keretek adottak és a közönség igényeihez igazodva alakul az előadás. Ötvözik az olasz mesterektől eltanult Commedia dell'arte elemeit a magyar színjátszásával, és ebből alakul ki egy egyedi, rengeteg eszközt és módszert felvonultató játék. Péntek délután 3:30-kor a Sehonnai Királyfi című előadásukra várják a gyerekeket, este 18 órára pedig a már kicsit nagyobb színházkedvelők figyelmére számítanak a Folytassátok című előadáson. Van 3 történet, amit elkezdünk, azokat egy bizonyos ponton megállítjuk. Utána a közönséget megkérjük arra, hogy egyrészt adjon címet ezeknek a jeleneteknek, tehát itt is egy kreatív feladat már rögtön a nézők részére felajánlatotik. Majd utána a demokratikus eszközökkel megkérjük a közönséget, hogy válasszon a 3 jelenetből. Utazhatunk az időben, hozhatunk be új figurákat, rakhatunk bele mesés elemeket, tehát mindenféle mód és eszköz rendelkezésre áll, hogy folytassuk. Igazán a fantázia minden ugrását követve tudjuk folytatni ezeket a jeleneteket. Érdemes lesz tehát péntek délután a Vidám parki tó fele sétálni, mert az arra járók találkozhatnak a Sehonnai Királyfival, a tatárokkal, vagy akár hatalmas gólemekkel is. Hogy mit cselekednek majd ezek a figurák, annak csak a fantázia szabhat határt.